Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés, hogy az előadók között lehetek. So big hostile forces are. Valóban nagyon ellenséges erők száguldoznak itt Európa egén. Közép-Európa, azt hiszem, jelen pillanatban a legújabb csatamezeje ennek az óriási háborúnak. Azt hiszem, hogy tudják, mi a helyzet Nyugat-Európában. Ugye elhatározták és elkötelezték magukat a lakosság csere mellett, elkötelezték magukat a nemzeti alapeszmék feladása mellett, így például a család szentségének feladása mellett, és ugyanakkor nagyon komolyan védelmezik az általuk elért profitot, és ez abszolút nem egy demokratikus dolog. Hogy mondjak erre egy néhány példát? Egy svéd online webTV csatornának vagyok a főszerkesztője. Két éve indítottuk a működésüket. 2 millióan néznek minket havonta. Ez az első tévécsatorna Svédországban, amely nem liberális, és ez az első tévécsatorna, amely híreket is közöl a hét mindennapján. Ez év március februárjában volt 2 milliós nézettségünk. Ezután megerősítettük a jelenlétünket Svédországban. Egy-két héttel a belépésünk után a svéd kormány a nagy technológiai cégek vezetőjével egy találkozót hívott össze. Tehát 2 héttel azután, hogy mi Svédországban is terjeszkedni akartunk, egy titkos megbeszélés volt, csak a témáját tudjuk, a címét tudjuk, szociális média és cenzúra. Hát nem tudunk semmit az ott elhangzottakról, de a cím azt hiszem, hogy már eléggé árulkodó. Miután kihirdették, meghirdették ezt a találkozót, egy pár hét elteltével teljes mértékben letiltottak minket a YouTube-ról, 40 ezer előfizetőnket vesztettük el naponta, majd egy-két hét elteltével a Facebook, és elkezdett cenzúrázni minket. Még mindig rajta vagyunk a Facebookon, de már nagyon korlátozzák például a videóink elérhetőségét. Ezen a ponton már konkrétan befellegzett a korábbi terveinknek, hogy nagy sajtótájékoztatókat tartunk, hanem helyette egyfajta oknyomozó újságírásba kezdtünk, és korrupciós ügyeket próbáltunk felgöngyölíteni, összefonódásokat a politikai és a gazdasági szereplők között. Nagyon sok ilyen kapcsolódást találtunk. Természetesen az emberek megpróbálták elkerülni azt, hogy lefilmezzük, lefotózzuk őket. Úgyhogy nagyon ügyesnek és óvatosnak kellett lennünk. Nagyon komoly fizikai támadásoknak is kitettek minket, megtámadták a szerkesztőségünket, betörték az ajtót, betörték az ablakokat, megtámadták a szállásadónkat. Egy pár nappal ezelőtt felderítettük, hogy egy szélső baloldali politikus köthető ezekhez a támogatásokhoz. Ezen felül van egy nagyon tehetséges, 19 éves, éppen gimnáziumban érettségezett fiunk, aki egy nagyon ügyes riporter, még mindig ott
hol lakik a szüleivel. Tegnap éjjel megtámadták az otthonukat, betörték az ablakokat, a kisugárnak is a szobáját megtámadták, és ez már az ötödik támadás ez ellen a fiatal riporter ellen. Nos, kérdezzék meg, hogy hány svéd médium tudósított erről az esetről. Megmondom a számokat, 0, 0. Gyakorlatilag ez a hír nem ütötte meg a hírértéket Svédországban. Ugyanakkor minden nap, minden egyes médiumban arról olvasunk, hogy Magyarország hogyan torlódik a szélső jobb irányába. És megkérdeztem egy pár ismerő szerkesztőt a liberális újságoktól, médiumoktól, hogy hogy nem tudósítottok erről a botrányos személyes támadásról. Sajnos nincs erre időnk, mondták. Akkor hogy van arra időtök, hogy Magyarországról naponta több hírt lehozzatok, szörnyű történeteket, hogy hogyan szélső jobb oldalosodik az egész ország? Azt mondták, hogy itt nem személyes ügyekről van szó. Ugye, úgy gondolom, hogy a svéd sajtónak egyébként elsősorban Svédországgal kéne foglalkoznia. Nos, ez a globalista, liberális kurzus egyre inkább megjelenik Kelet-Európában. Látjuk a többfrontos háborújukat. Például ebben az évben nagy probléma volt az EU forrásokkal, és ugye sokan úgy döntöttek, hogy meg kell vonni a támogatás politikai alapot. Természetesen ők nem nevezik ezt egy politikai zsarolásnak, de hát egyértelmű ennek a politikai motivációja. Nagyon sok eszközük van egyébként. Ugye ott van a Pandora ügy, aztán néhány évvel ezelőtt a Panama kapcsolat, ez egy néhány évvel ezelőtti ügy. De hogyha közelebbről megnézzük, hogy mit művelnek, akkor látjuk, hogy fokozatosan minimális mennyiségű embert neveznek meg azok közül, akik mondjuk ebben a Pandora ügyben érintettek voltak. És ezek az emberek ugye véletlenül mindig a jobb oldalra mutatnak. Ha megnézzük azt, hogy kik állnak ezeknek a dokumentumoknak, a napvilágra hozóinak a hátterében finanszírozóként, akkor újra és újra Soros György nevére bukkanunk. Nos, vajon miért van ilyen koncentrált támadás Kelet-Európa ellen? Talán azért, mert ez a rétérség Európában még nem adta meg teljesen magát. Gondoljunk csak Macedóniára, a macedón választásokra 2 évvel ezelőtt. Micsoda botrányos dologról volt szó, ahol a megbuktatott volt macedón miniszterelnöknek Magyarországra kellett menekülnie, mai napig itt él, politikai menedék jogot kapott. És nézzük meg, hogy ki lett az új miniszterelnök, hát az a személy, aki nagyon szoros együttműködést kötött az osztrák liberális pártral. Vagy nézzük meg Sebastian Kurz esetét. Egy párnapos, párhetes történetről van szó. Azt gondolom, hogy a nemzeti gondolkodásmód Ausztriában sem elfogadható. Nos, csak azon kell elgondolkoznunk, hogy ki lesz a következő. Az áprilisi magyarországi választások rendkívül fontosak, szimbolikus szempontból is a liberális világ számára. Mert ezen a
választásokon nagyon sok minden dől el számukra is. Valószínűleg mindent megtesznek annak érdekében, hogy a választások ne úgy dőljenek el, amely nem az ő szándékaikat szolgálja. A civil szféra jelentősége folyamatosan növekszik, ezt is látjuk itt ma most. A civil szféra politikai befolyása is növekszik. A nem kormányzati szervezetek révén ezek olyan erős szervezetek, akár civil szerveződéseket is el tudnak indítani. Aztán ott vannak a szociális médiumok. Néhány év ezelőtt azt mondtam volna, hogy a szociális média az nagyon jó dolog, hát egy olyan platform, ahol az egyszerű polgárok hallathatják a hangjukat, nem kell elmenniük újságokkal beszélni, vagy nemzeti nagy csatornákat megkeresniük, saját maguk elmondhatják a történetüket, és mi a helyzet? Teljes mértékben kontrollált a szociális média jelen pillanatban. Olyan algoritmusokkal dolgoznak, hogy bizonyos tartalmak meg sem jelenhetnek, esélyük sincs arra, hogy megjelenjenek. Nagyon sok példát tudnék erre is felhozni, például az Egyesült Államokban a tavalyi választások során, amikor a korrupciós Joe Biden botrány kezdett habokat vetni a szociális médiában, de egyik napról a másikra a Prime a Google-ön keresztül 30 ezerről nullára redukálta az olvasóinak a számát. A Google segített ebben, tehát gyakorlatilag itt is mesterséges intelligenciát és algoritmusokat használtak. Ugye hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogyha be akarunk valamit írni, keresünk valamit, beírjuk, hogy www.origo.index, stb. A fiatalok ma már nem vesztenek időt azzal, hogy megnézzenek egy nagy internetes újságot, egyszerűen felmennek a saját Facebookjukra, és onnan tájékozódnak. És aztán ott vannak a hírességek, a celebek, hogy azt mondjuk, ezek nem számítanak, mert nem politikai tényezők, de az ő életcéljuk az, hogy látszódjanak, ragyogjanak, hogy minél több követővel rendelkezzenek, minél több lájkkal, és minél több terméket tudjanak eladni a reklám felületeikkel. Tehát, ha megnézzük nemzetközi szinten, akkor látjuk, hogy az angolul beszélő országban, az Egyesült Államokban, meg egyáltalán Nyugat-Európában ezek a celebek teljes mértékben liberális beállítottságúak. Tehát, hogyha ez a másik oldala annak, hogy a civil társadalom hogyan nyert erőteret, mondjuk a korábban csak politikusok által uralt világban. És ez a mi feladatunkat is sokkal fontosabbá teszi. Mi a civil mozgalmon belül olyan konzervatívok vagyunk, akiknek igenis választ kell találniuk ezekre a növekvő problémákra. Nagyon gyorsan kell cselekednünk, mert egyre nagyobb a nyomás, de nem szabad gyorsan és múló hatást elérően cselekednünk, hosszú távú hatást kell elérnünk. Lettország tavaly nagyon sokat profitált ezekből az online konferenciákból a COVID-járvány alatt, és nagyon jó példáját nyújták annak, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet az információ feldolgozását konkrét tevékenységre váltani.
megpróbálunk valahogy rendhagyó módon gondolkodni. Úgy gondolom, hogy itt most elég sokan vagyunk, és sokan vannak közöttünk, akik más európai országokba jöttek. Én úgy gondolom, hogy nagyon erős hálózatot kell építenünk országaink civil szervezetei között. Hát ez egyfajta ellentétes, vegyértékű open society, nyílt társadalom lenne, és remélem, hogy ezek a hozzászólások, ezek a találkozók, ezek a szemináriumok, amikor találkozhatunk, eszmét cserélhetünk, ahhoz is hozzárajulnak majd, hogy konkrét lépéseket dolgozunk ki a hálózatunk kiépítése és megerősítése érdekében. Nem muszáj a kereket feltalálnunk, nyugodtan használhatjuk a korábbi jó példákat, de szeretném nagyon-nagyon hangsúlyozni egy nevet. Mike Popper, nem tudom, hogy ismerik ezt a nevet. Ő nem egy oligarha, nem egy politikus, nem egy média személyiség. Talán ő az az ember, aki megváltoztathatja az amerikai elnökválasztás kimenetelét. Ő egy baloldali szakszervezet vezetője volt az USA-ban, a Time magazinban. Idén februárban megjelent egy cikk róla. Az árnyék kampány titkos története, amely megváltoztatta a 2020-as választásokat. Ez egy rendkívül érdekes cikk a Time magazinban. Először megdöbbentem, hogy a Time-ban megjelenhet egy ilyen cikk. De aztán rájöttem, hogy inkább gyorsan meg akarták jelentetni ezt a cikket, mert nem akartak nagyobb botrányt a dologból. Mike Podgorser nem egy pénzes ember. Sok-sok pénzt keresett később, de a karrierje elején nem volt egy gazdag, vagyonos ember. Először is aktivistákat szervezett az Egyesült Államokban, méghozzá tökéletes módon szervezte meg a munkáját. Nem foglalkozott a formalitásokkal. Akkor megpróbálom mondani kicsit konkrétabban, hogy miről is van szó. Idéznék a cikkből a találkozó, tehát a Podorskinak a egyik találkozójáról volt szó, amit minden héten megtartott. Ott jelen voltak a civil társadalom képviselői, stb. És ezekkel a találkozókkal gyakorlatilag, mint egy póka hálóját át tudta hálózni az egész webet, az egész itt, amit most az ellenzék csinál pártszinten, hogy minél több szövetséget akarnak kötni, tehát KBS csinálta. Tehát itt volt ez a heti rendszerességgel megtartott találkozó. A cikket idézem. Ezek a találkozók megfogalmazták azokat a célokat, amelyek közös nevezőre voltak hozhatóak. Nem volt vezető, nem volt hierarchia, de konkrétan tudták, hogy mit akarnak elérni. Tehát én azt gondolom, hogy itt is látszik, hogy nagyon-nagyon fontos, hogyan kell összekombinálni a különböző dolgozókat, a dolgokat. Tehát szinkronizálni kell a gondolatainkat, mit tudunk csinálni, csak néhány dolgot szeretnék említeni. Az Egyesült Államokban mindig vannak olyan államok, amelyek meghatározzák, hogy mi lesz a kimenetele a választásoknak. Tehát ezek az államok döntik el, hogy ahogy ők szavaznak, az az elnök fog nyerni.
vannak olyan aktivista csoportok, akik nagyon aktívan lobby tevékenységet végeznek ezekben az államokban. Kicsit azért is lobboznak, hogy változtassanak a választási törvényeken ezekben az államokban. Például a legutóbbi választásnál is olyan változásokat hoztak, amelyek az akkori elnököt, Donald Trumpot hozták helyzeti előnybe. Tehát ezeket... Ezekben az államokban 50 millió levelet küldtek ki a választóknak annak érdekében, hogy a demokrata szavazókat aktiválják, és az ő segítségükkel a demokraták felé billentsék a mérlegnek a nyelvét. Nem akartak ők a konzervatívokkal vitázni, hanem azt kellett csinálniuk, hogy... jelentsék azokat a tehát jelentsék azokat a dolgokat, ami az ő számukra kedvezőtlen lehet. Például, ahogy a Facebook mechanizmusa is működik, hogyha nagyon-nagyon sokan jelentenek valami tartalmat, akkor ugye a Facebook azt le fogja tiltani. Aztán megzavarták a szavazókat is a maguknál a szavazókörökben, és megnehezítették a számukra, hogy elvégezzék a feladatukat. Aztán a választások után nagyon komoly kérdések merültek föl azzal kapcsolatban, hogy hogy lehetséges az, hogy hirtelen megnőtt a demokraták számára leadott szavazatok aránya. Tehát a republikánusok és a Donald Trump elnökség jogi csapata ezért is indított aztán jogi kereseteket a szavazás ellen. És hát nagyon konkrét példákon keresztül tudjuk bizonyítani, hogy hogy működött. Például a michigani republikánus szenátor elment egy találkozóra New Yorkba, a Trump Towerbe, és tehát ott részt vett egy megbeszélésen, mielőtt Michiganben egy új döntést hoztak volna, és amikor visszatért onnan, akkor már a média ott várta, és óriási transzparensekkel várták, amit az egész világ látott, és tulajdonképpen így hívták fel a figyelmet arra, vagy így próbálták az embereket meggyőzni arról, hogy ő valamit ott tett, amit aztán neki nagyon nehéz volt bizonyítania, hogy nem úgy történt. Néha különböző iparágakból, különböző ideológiákból származó emberek nagyon mély benyomást tudnak tenni annak érdekében a politikusokra, hogy változtassanak a szabályokon, de igazából ők azt mondják, az a narratívájuk, hogy ők nem avatkoznak be a választásokba, de tulajdonképpen azért közvetett módon mégis fontos szerepet játszanak, és hát sikerrel jártak, hiszen ugye a végén demokrata elnököt választott az ország, és akkor viszont, ugye még Donald Trump volt az elnök, hogyha ők ezt a tevékenységet nem tudták volna sikerrel véghez vinni, akkor még ma is Donald Trump ülne a Fehérházban. És konzervatív, civil gondolkodású európaiként ezekre a dolgokra oda kell figyelnünk, hogy megakadályozzuk, hogy ilyen dolog történhessen Európában. Ez a modell, ez ugye átvehető, lemásolható, és ezt meg kell akadályozni, hogy ilyen ne történhessen Európában. Tehát nagyon turbulens időket élünk, ilyen idők következnek, de jó alapokkal és jó tervvel, és jó együttműködéssel, elejét vehetjük hatékony együttműködéssel, hangsúlyozni szeretném, tehát amikor már a választási kampányok elkezdődnek, akkor már nagyon fontos, hogy azonnal tudjunk lépni, hogy akkor már ne kelljen időt veszteni döntéshozatallal.
és nem tudom, hogy valaki ismeri a Trónok harca című tévésorozatot, abból szeretnék most idézni. A káosz az nem egy verem, hanem a káosz az egy létra, amin fel lehet mászni. Köszönöm szépen!